Köszönti a vendégeket, munkatársakat az egyik pécsi építőipari cég tulajdonosa a társaság telephelyén, majd elhelyezik a most épülő csarnok alapkövét. Ezzel a beruházással bővítik a vállalkozás üzemi területét. 2017-ben jött egy lehetőség, ugye, hogy az Európai Uniós pályázaton indulni és egy lakatosipari, egy fémipari csarnokot építeni. Ezzel éltünk, ezzel a lehetőséggel szerencsésen nyertünk, amit itt mögöttem lehet látni, mögöttem jobbra, ami megvalósult épület, az 2019-ben valósult meg, és ami miatt most ugye itt vagyunk, ami miatt van az alapkő letétel, ez ennek a befejezése, ezzel az ütemmel együtt az egész cégközpont 1500 négyzetméter alapterületű lesz. Fémipari tárolóeszközöket gyártanak majd itt, amihez 10 új dolgozót vesznek fel a ma 40 munkatársal működő céghez. A termelés mellett a diákok gyakorlati oktatását is itt végzik majd. A helyi döntéshozóknak is segítenie kellene a helyi cégeket. Előnyt élvezhetnének a közbeszerzéseknél azok, akik jelentős iparűzési adót fizetnek a pécsi kasszába. Erre vannak példák nyugaton, mondja a megyei iparkamara főtitkára. A helyben megfizetett iparűzési adó az egy közbeszerzésnél mérvadó súly. A helyi cégek képesek, alkalmasak arra, hogy akár több milliárdos munkákat elvállaljanak és elvégezzenek. Kooperációban, a vállalkozó fővállalkozói jogviszonyban jó lenne, hogyha a helyi cégek kapnának sok-sok lehetőséget. Az elmúlt években a beruházások, a családtámogatási rendszer otthonteremtési kedvezményei felpörgették az építőipart. Most a nehéz körülmények visszavetik ezt. Ezért azok a cégek maradnak, akik elég erősek, jók a piacon. Akik fejlesztettek az elmúlt években is, mondja a főtitkár.